Üdvözlöm a hallgatókat, én Bors Rihárd vagyok, ez pedig a Róka Máj következő adása, ahol Pálinkás Robertet köszöntöm, a Kest helyi Festetics Kastély igazgatóját. Örülök, hogy itt vagy, szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Az apropó, picit megcsúszva, de törve nem, hogy szokták mondani, vagy ez nem így van? Na mindegy. De. Múlt hónap végén Keszthelyre került a világkiállítás jelképe, a Totem, az Agancs a nagy hullámokat kiváltó kis szobrunk. Milyen volt a szoborfogadtatása? Hol lehet ezen túl megtekinteni? Én azt gondolom, hogy a szoborfogadtatása az jó. Azért ez egy különleges szobor. Monumentális, egyedi, rengeteg jó dolgot tudok róla elmondani, és azt gondolom, hogy az emberek ezt így is fogadják. És ami talán a legfontosabb, hogy. Hogy oda került arra a helyre, amit a, az alkotó megálmodott. Ezt nyugodtan mondhatom, hogy Sző, szőkegábor Miklós. Amikor meglátta a helyszínt, akkor azt mondta, hogy igen, ez itt, itt, itt megfelelő jó helye lesz. Egy természeti környezetben van, ugye a vadászati múzeum mellett található, egy szép természeti környezetben, fák között, és, és csak természeti anyagokat, tehát úgy, úgy építettük meg a szobrot, hogy alatt a fadarálék található. Tehát Pont úgy néz ki, szerintem, amit a, a szobrász elképzelt, hogy hogy ez a démon ez úgy éppen jön ki a, a földből. És hát ugye monumentális, 16 méter magas, 20 méter széles, 22 méter hosszú, körülbelül, nagyjából biztosan jól mondom a számokat. Nagyon szép. Az általában a, a helyi élővilág azért már szemléli, tehát sokszor van úgy, hogy reggel, mikor még látogatók nincsenek, akkor mondjuk kacsákkal találkozok ott a környéken, és... Van egy szarvas rudling is, egy bika és hat tehén, akik kerülgetik, kerülgetik, még nem sikerült összefotoznunk őket, remélem, hogy sikerül, akkor úgyis jelentkezek, majd egy nyílott címlap fotót remélem. Hát, ha nem is címlap, de valamit azért majd összehozunk. Hát, címlap alá nem adjuk. <laughs> A szokásos formátum az működik. Uh... Ezek, tehát ezek szerint akkor már látogatható, is nem csak a vad részéről, hanem a, a Így aki van. jegyet vesz, vagy nem vesz. Nem, legyen. ingyenesen látogatható a szobor. Úgy tettük, hogy ingyenesen látogatható legyen a, a szobor. Tehát bárki, aki a Helikon Kastély Múzeumhoz érkezik, aki a Vadászati Múzeum parkjába érkezik, ő a nyitvatartás időben, mivel nyilván éjszakára ugye a kapuk bezárva, a nyitvatartás időben ingyenesen látogathatja a szobrot. Remek. Ugye a Vadászati Múzeum és a Kastély közötti út megszüntetéséről már lehetett híreket hallani. Hogy áll ez most? Jelenleg tervezés alatt van, a pénzünk rendelkezésre áll. Útügyi engedélyt kell hozzá kapnunk az útnak a bontására, illetve ugye ennek az útnak a kiváltására. az a Bécsi kapu út, ezzel párhuzamos utat fogunk kialakítani szokásos tervezési gondok és problémák, amiket azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szokásos velejárója egy-egy ilyen beruházásnak, közműterve, közműegyeztetések, EON, DRV, stb. tudnám őket sorolni. Ezek egy picit hosszabb időt vesznek igénybe, mint hogy azt gondoltuk, de folyik szépen a tervezés, és remélem, hogy nagyon záros határidőn belülnek is tudunk állni a beruházásnak. Úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy először megépítjük a, a másik utat, mikor az teljesen készen van, készen van az összes közmű, közvilágítás, egyébek hozzá, akkor pedig vagy szakaszosan, vagy egyből lezárjuk ezt a utat. Időpont? Megkérdezzek ilyen? Nehéz. Én azt gondolom, hogy a tervezéssel az idejében végezni fogunk. Utána egy nyílt közbeszerzési kiírás, útépítés, stb. Hát szerintem 23-24 környékére várható, hogy ezt el fogjuk, vagy meg fogjuk tudni ugrani. Ugye a Keszthelyi Vadászati Múzeum hazánk egyik leglátogatottabb ilyen témát feldolgozó intézménye. Mennyien kíváncsiak egy idényen belül az itt látható vadászati értékekre, és ugye most kicsit alá tettem a kérdést, hiszen a Balaton közelsége megnyomja ezt a számot, de mégis mennyi az a, az a látogató szám, ami, ami, akik szembesülhetnek ezekkel az értékekkel? Örömmel és büszkén mondhatjuk, hogy nem az egyik leglátogatottabb, hanem a leglátogatottabb ilyen témájú múzeumról beszélünk. A Kesztei Helikon Kastélymúzeumot a tavalyi évben majd 200 ezer ember látogatta meg. Azokról beszélünk, akit, akik jegyet vásároltak, jegyet beléptek a múzeum területére. A kastélynak a parkját én azt gondolom, hogy ennek a körülbelül két-két és fél ember látogatta meg. A vadászati múzeumot 19-es évben meghaladtuk a 100 ezer látogatót, a, ugye utána jött a pandémiás időszak, de a tavalyi évben is 80 ezer fő fölött volt a látogatottság a vadászati múzeumnak. És az idei számokat nézve, én azt gondolom, hogy az idei évben el fogjuk érni a 100 ezer látogatót. Ez egy nagyon magas szám, én azt gondolom, egy-egy ilyen kiállított térben. Valóban feltetjük a kérdést magunknak, hogy miért is érkezik ennyi ember. Az egyik az a, a, az, hogy a lokáció, hogy uh, hol is vagyunk. Nyilván a Balaton környéke, a nyári időszakban én azt gondolom, hogy itt uh, is kötelező elmenni a Kesztei uh, Helikon Kastély Múzeumban és megnézni a különböző kiállításokat. Um, Viszont itt a múzeumnak a koncepciója, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó koncepció volt. Ugye egész alakos állatokat mutatunk be, vagy preparátumokat mutatunk be diorámás környezetben, ez azt jelenti, hogy az eredeti élőhelyének megfelelő környezetben. Jelenleg több mint 300 egész alakos állat található a múzeumban, ez egy, ez egy kifejezetten magas szám, és ezen kívül természetesen vannak még olyan egyéb vadászati kultúrához kapcsolódó tárgyaink és amiben én azt gondolom, hogy a, vadászati, a vadászatot és a vadászati kultúrát együtt tudjuk bemutatni. És az élethez szerintem megfelelő szintű szerencse is szükséges. 2011-ben neveztek ki a Helikon Kastély Múzeum igazgatójának, és Tócsaba barátommal akkor döntöttük el, hogy a Vadászati Múzeumot valóban egy fejlesztési pályára kell állítani. Akkor hoztuk létre, 2011-ben hoztuk meg a döntést, 12-ben a első festetics trófea szemlőtt, és egy tíz éves időszakot terveztünk. Aztán, aztán ez nagyon összecsengett ugye a 2021-es vadászati világkiállítással. Igazából az eredetileg elképzelt programunk az pontosan erre az időpontra végződött mondhatnánk, hogy mi már tudtuk, hogy ekkor biztosan lesz valami. Nyilván számolható volt, hogy 71-hez képest 50 év múlva, de akkor ez még kevésbé, viszont nagyon könnyedén tudtunk csatlakozni a világkállításnak a rendezvényeihez. Ugye kiemelt vidéki helyszínként sok programot megvalósítottunk a Van With Nature Révén sok beruházást tudtunk megvalósítani a, a Helikon Kastély múzeumban, és ugye ezek, ezek maradandóak is, azon kívül, hogy a Totem e, ide került. Ugye az idejében majd megnyitja kapuit a hagyományos vadászati módok háza is, amely a, e, ugyancsak világkiállításos e, pénzekből, illetve az ott megvalósított kiállításból e, valósul meg. Úgyhogy mi nagyon sokat profitáltunk ebből. Még egyszer mondom, egy e, jól kialakított koncepció. És nagyon sok szerencsés egybeesés és jutottunk el odáig, hogy, hogy, hogy ez, amit jelenleg be tudunk mutatni, ez minden ott van kezdve Lassan itt a nyár, közeledik felénk, akármennyire is nem annyira jó idő odakint, mint, mint azt várhatnák. Készültök valami újdonsággal, frissességgel? leszámítva a totemet, mert ugye most az a fő büszkeségetek, ebben én biztos vagyok, de, de emellett, hogy valami olyan időszaki kiállítás vagy, ami, ami még vonzóbbá teszi azt, ami amúgy is vonzó. Készülünk nagyon sok mindennel, valóban különben a, totem Tótem az idei évnek a, a talán a legnagyobb attrakciója, de azért két nevet hadd említsek meg. Nyilván Hídvégi Bélának a, a, gyűjtemény, ez a 300 fölötti egész alakos preparátum, ez önmagában is már vonzó. Lakatos Ferencnek a gyűjteménye, aki a vadászati kultúra területén hagyott nálunk nagyon sokat. Mi büszkékelhet, mi büszkélkedhetünk László Péter szobrászművésznek a legnagyobb gyűjteményével, amely egy helyen található, és hát ugye azért Széchenynek a vadászfegyvere is nálunk tekinthető meg az egyik diorámában. Mivel készülünk az idei évben, a Zalai vadászalkotó időszaki kiállítását én már harmadik alkalommal fogjuk megnyitni most májusban. Többek között a világjáró vadászok egy nagyobb rendezvényt tartanak nálunk, ugyancsak májusban. És hát amit megemlítenék, ez a múzeumok éjszakája. Ez ugye ide évben június 24-én lesz, amikor a múzeumok egy picikét jobban és más programokkal is nyitják a kapuikat. Ilyenkor általában nálunk azért körülbelül négyezer ember jelenik meg egy nap alatt. Ez nagyon-nagyon sok látogató. Ilyenkor különleges programokkal készülünk mindennel, ami egy picikét a vadászati múzeum tekintetében, ami egy picikét a vadászathoz kapcsolódik, különböző bemutatókkal, sormányos bemutatók, agarással, többi ezek napközben, estére pedig különböző történetekkel, ezek felolvasások, bármik lehetnek és ahogy mondtam, ilyenkor négyezer látogatót várunk, akik, akik egy picit más formában betekintést kapnak a, a múzeumnak az életébe. Biztos vagyok benne, hogy a Totem környékén is kitalálunk valami jó dolgot, a kollégák már készülnek rá. Ebbe én is biztos vagyok, és bíztatom a hallgatókat, hogy menjenek el, nézzék meg nem csak a múzeumot, most már hanem a Totemet is. Neked köszönöm, hogy eljöttél, és elmondtad gondolataidat. Köszönöm, hogy itt lehettem.